Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban a kedvenc parfümjeimet fogom nektek megmutatni. Ezek a tavalyi évben voltak nagy kedvenceim, illetve van közte néhány olyan, amit már több éve használok, és még mindig nem mondtam meg. Úgyhogy általában minden évben készítek ilyen típusú videót, ezért gondoltam, hogy az idei év sem marad ki, illetve többen kértétek is, hogy legyen parfümös videó. Most ezt elhoztam nektek. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik az aktuális kedvenceim, akkor tartsatok velem. Kezdjük is akkor a Number One abszolút kedvencemmel, amit a Mit kaptam karácsonyra című videómban már láthattatok. Ez szám szerint a Number 5 a Chanelnek a Nouvelle Sinctus nevű parfümje. Ahogy mondtam, karácsonyra kaptam, tehát még egész rövid ideje használom, de szinte minden nap, pedig úgy indultam neki, hogy ez nem egy hétköznapi parfüm lesz, csak hogyha olyan alkalom van, nem olyan hétköznapi illat. Ezt képest minden nap azt használom szinte, amióta megkaptam, egyszerűen imádom. Ahogy kifújom, egy nagyon-nagyon picit, nevezzük úgy, hogy mamás illata van, de ahogy kezd elszállni, most is ez van rajtam, egyszerűen imádom, csodálatos illata van. Nyilván minden bőrön másként éreznek az illatok, de én magamon egyszerűen imádom. És akkor néhány szót róla, ugye ez egy nagyon régi 1921-ben megjelent parfüm, aldehides virágos illat kategóriába tartozik, aldehid, narancs, ilang-ilang, bergamot, citrom, jázmin, gyöngyvirág, rózsa, borostyán, szantálfa, pacsuli, pézsma, vanília, okkamosz és vetiver van benne. Általában ezt korábbi parfümös videóimban is említettem már nektek, hogy amik nekem tetszenek parfümöt, abban többnyire vanília, pacsuli, szantálfa és ehhez hasonló összetevők vannak, ebben is megtalálhatóak azok az összetevők sok más mellett. Nagyon különleges illata van, olyan semmihez nem hasonlítható illat, de nagyon-nagyon szeretem. Ez egy 50 ml-es kiszerelés, 50 ml 32.000 forintba kerül belőle, tehát elég borsusára van, viszont kettőt fújok magamra összesen, és még este is érzem, csodálatos parfüm. A következő, hogyha sorrendbe haladunk, a kettes számú kedvencem, ami már nem egy új darab, vagyis ez konkrétan egy új üveg, de amúgy már évek óta használom, ez a Lancôme La Vie Belle nevű parfümje. Ebből jelenleg egy 30 ml-s kiszerelésem van, nemrég fogyott el az előző. Róla azt kell tudni, hogy virágos, gyümölcsös, gurmand, fekete ribizli, körte, irisz, jázmin, narancsvilág, pacsuri, tonkababi, vanília és praliné van benne. Ahogy mondtam, ez már évek óta kedvencem, ez egy nagyon édes, nagyon szirupos, cukorkás, de mégis egy picit virágos illat. Egyszerűen imádom, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, nappal, estére, bármikor, hétköznapra tudom fújni. Nagyon-nagyon szeretem, és ez is egy olyan parfüm, amiből két fújás elég, és egész nap, még este is érzem magamon az illatot. Ebből a 30 ml-es, ha minden igaz, 15.000 forint, 14-15.000 forint között van. Tehát ez sem olyan nagyon olcsó, de ez egy jó, olcsóbb kategória. Több fajtája van már neki is, ez a teljesen klasszikus eredeti, nekem csak ez tetszik belőle. A harmadik számú kedvencem, ez egy Zarás parfüm, Zara Oriental nevű parfümje. Ez egy hatalmas, 200 ml-s kiszerelés, valahogy ez érte meg a legjobban, nem szoktam ekkora parfümöket venni egyébként. De ugye a Zarás parfümökről tudjuk, hogy abszolút megfizethetőek, a 100 ml belőle 6900, és azt hiszem a 200 ml is valami 1000 forinttal volt több, úgyhogy ezért vettem meg. Ahogy a neve is mutatja, ez egy orientális illat, vanília, karamella és fás édes jegyek találhatóak meg benne. Nagyon-nagyon szeretem, rögtön kifújva is nagyon finom olyan, picit fűszeres alapillata van, ha pedig elszáll, egyre jobban érzik rajta a vanília, fantasztikus illata van, és a Zarás parfümökre is jellemző, hogy nagyon-nagyon tartósak, tehát ebből azért többet szoktam fújni, egy ilyen 4-5-öt, de bőven elég lenne kevesebb is, csak mivel ilyen nagy kiszerelésem van, így úgymond nem spórolok vele annyira. A 4-es számú, ezt is szerintem korábbi parfümös videóimban már láthattátok, ő a Versace Bright Crystal nevű parfümje, ez egy 90 ml-s kiszerelés, a 30 ml kerül 8500 forintba körülbelül. Annyira nem szeretem a csomagolását, ez az óriási nagy kristályt szimbolizáló kupak nekem egy kicsit too much, sokkal jobban szeretem a Chanelnek a letisztultságát, de ez legyen a legnagyobb baja. Ez az összes többi közül a leg
kirívóbb illat, hogy úgy mondjam. Teljesen más kategória nekem, ez mindig ilyen sportos, friss illatra emlékeztet, tehát általában, ha úgy vagyok felöltözve, valamiért ezt az illatot kapcsolom hozzá, és sokkal többször fújom akkor, amikor mondjuk sportosan indulok valahova, mint amikor elegánsabban. Ez egy virágos, gyümölcsös illatkategória, gránátalma, júzú, bazsarózsa, magnólia és lótuszvirág található benne. Tehát ebben semmi olyan nincs, ami az összes többiben, amit alapvetően szeretek, és már itt említettem is nektek, vanília, tonkabab mondjuk, fás illatjegyek, pacsuli, ami mindenben van, amit szeretek, kivéve ebben, de valamiért mégis nagyon-nagyon szeretem az illatát, olyan friss, hétköznapi, letisztult illat, nem kötöm se térhez, se nyárhoz általában a parfümöket, reggelente beleszagolok, és hogyha úgy gondolom, hogy az az illat ma jöhet, akkor minden további nélkül használom, függetlenül éjszaktól, időjárástól, öltözködéstől. Végül, de nem utolsó sorban, hogy úgy mondom, ez a Christina Aguilera-nak a Definition nevű parfümje. Alapvetően nem szeretem a Christina Aguilera parfümöket, mert hogy nekem olyan mindegyik egyforma és egy picit olyan tömeg illat jellege van, de ezt kaptam az egyik cégtől tesztelésre, és egyből beleszerettem ebbe az illatba, ez egy nagyon-nagyon finom. Az összetevőiket, ha nézzük, orientális virágos, szicíliai bergamot, olasz mandarin, piros alma, orchidea, ambra, kunkor és pézsma található benne, és ezeknek a keverékéből egy fantasztikus, fűszeres, de mégis hordható illat keveredik belőle. Ez a parfüm, a Zarás és a Versace az a három, ami olyan hangulatfüggő, hogy reggel beleszagolok, és hogyha éppen tetszik az illata, akkor jöhet, ha nem, akkor tudom, hogy nem tudnám magamon elviselni egész nap. Kivétel ugye a Lancôme és a Chanel parfüm, ami bármikor, bármilyen körülmények közt jöhet, és ez egy nagyon-nagyon megfizethető 10.000 forint alatti parfüm, bármelyik drogériában fellelhető. Ami kikerült úgymond a körből, az a Carolina Herrera Good Girl parfümöm. Majdnem az egész üveggel elhasználtam, de valahogy most a végére már eltávolodtam attól az illattól, úgyhogy jelenleg ők vannak a top 5-ben. És hát ennyi lettem volna mára. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!